És akkor egy nap elmentem Pestre, és tudtam, hogy csak éjszaka jövök vissza, és írtam egy levelet neki. És azt hittem, hogy nézd, ez és ez 18 éve a fiatalabb, én ez vagyok a magam életével. Én beléd szerettem, és egyházban laktunk, a színészházban. És ha este nyitva lesz az ajtód, akkor én nagyon szívesen veled töltöm életem. Már ha, még ilyet is megfogalmaztál? Azt hiszem, igen. Ha nem, akkor felteszem a kezem. Nyitva volt az ajtó. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Verebes István, Jászai Mari díjas színész, rendező, dramaturg, író, dalszövegíró, színházigazgató, műsorvezető. Apja Verebes Károly színész, anyja Szántó Klára táncművész volt. 1980 és 85 között a Mikroszkóp színpadtársulatához tartozott, később a Rádiókabaré szerzője, előadója és konferenciéja lett. Igazgatta a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházat és a Mikroszkóp színpadot. 6 évig a Heti Hetes állandó szereplőjeként láthattuk őt, megszűnéséig vezette a Napkelte című reggeli műsort. Évek óta a Budapesttől 230 kilométerre lévő Bazitán él negyedik feleségével. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták a műsor mielőtt, elején. Mielőtt bármit mondaná. Én rájöttem valamire a műsorod kapcsán, hogy a mi mesterségünk, hivatásunk mi miatt hasonlít nagyon egymáshoz. Na és mi miatt? Ennek a műsornak a címe az én mesterségemnek a lényege. Semmi nem érdekel a színházban, csak az, hogy mi van a szavakon túl. Ez a lényege az én színház eszményemnek. És ebből a szempontból ez egy nagyon jó cím, és még ezt a teljesíted is. Köszönöm ezt szépen. El akartam mondani. Nagyon köszönöm, megtisztelő, köszönöm. Mindig átadok egy papírt aktuális vendégemnek, ezen fogalmak szerepelnek, valamennyi fogalom, az én reményeim és hitem szerint talányos fogalmak, és ezek mögött Verebes István életének meghatározó momentumai, személyei, idézetei, aspektusai húzódnak meg. Mindig az aktuális vendég választ, hogy épp miről beszéljünk. Akik csak hallanak bennünket, azok kedvéért felolvasnám ezen műsor fogalmait. Csak óvatosan, csillapíthatatlanul, házhoz megyek a... Ezt hogy kell csinálni? Menet közben is tudtad? Hogy úsztad meg? Elmaradt hívások? Béke jobb? Mit mondtál? Szívemre vettem. Nehéz velük? Segítem a konkurenciát. Túllőttem a célon. Csendszimfónia. Isten veled. Te sem vagy kivétel? Azóta kiderült? Van-e, ami szimpatikus? Éppen azt keresem, hogy mi az, ami bátor választás. Hát nézzük azt, hogy túllőttem a célon. A túllőttem a célon az Antal Józsefre utal, mert hogy te őt egyszer nagyon megbántottad. Elmondod, hogy mit mondtál? Ízléstelen voltam, amit én nagy bűnnek tartok. Egy szilveszteri konferenciában, amikor ő már nagyon beteg volt, akkor egy olyan utalást tettem, ami a parcella szónak két értelmiségét jelenti. Nagyon megbántam, nem beszélve arról, hogy az akkori, én úgy gondolom, hogy a rendszerváltás utáni első szélsőséges kritikai állapotomban is, hát elfogadhatatlan. Arról nem beszélve, hogy ma már egészen másképp gondolkodom Antal József szerepéről és jelentőségéről. Mennyivel később tudtad, hogy ez nem volt jó húzás? Én szerintem egy órával később. Csak az ember ilyenkor még talán büszke is arra, hogy milyen fasz a gyerek voltam, hogy én mertem egy ilyen
egy ilyen kétfenekű dolgot állítani. Aztán később nagyon megbántam, és bocsánatot is kértem. Sajnos akkor már csak a családtól, a fiától és az özvegyétől tudtam. Azt elmeséled, hogy egy ilyen hogy néz ki? Hogy teremted meg ennek a kereteit? Hát egyrészt, hogy nyilvánossá teszem a megbánásomat. Uh-huh. Tehát így neked elmondom, vagy ahol kérdeznek, elmondom. De velük nem találkoztál? Hogy de a fiával igen. Elfogadta a bocsánat kérésed? Azt hiszem, igen. Hát persze. Antalhoz eljutott szerinted? Akkor ez a poén? Biztos. Biztos. Egy nagyon alub ember volt, szerintem, hogy az egész médiát nem vette komolyan legyintett. Nyugtatom én magam. Remélem, hogy nem volt egy szög az ő koporsójában ez az undorító mondat. Az ilyen helyzetekben, amikor beláttad, hogy túllőttél a célon, vagy valami rosszat tettél, akkor neked nagy erőkifejtéssel jár az, hogy megkeresd azt az illetőt, és kezed fogj vele? Nem. Nem, mert amiben élünk, és amiben én már élek most már 75 éve, abban ez nem szokás. És én azt gondolom, avval, hogy az ember belátja tévedését, bűnét, vétkeit, avval nem csak önmagát nyugtatja meg, vagy a tisztességét egy picit helyre rakja, hanem példát is ad. Tehát, hogy nem kezdtek el menni. Tehát ez egész közéletünk mentegetőzés. Egyfolytában. Nem én vagyok a hibás, nem én, ő... Hát ha én vagyok a hibás, azt kell mondani, hogy persze. Pedig te azt szoktad mondani, hogy olyan nagyon sok mindent te nem bántál meg. Úgy rendben van magaddal az elszámolás. Ez nem igaz? Nem. Nagyon sok mindent megbántam. Ha őszinte akarok lenni, és általában hozzájövök, őszinte vagyok. Én 50 éves koromra lettem felnőtt. Mi történt akkor? A teremtés, a sors, a teremtő, nem tudom, valahogy megjutalmazott. Egy olyan ajánlat jött Nyíregyházáról, ami az egész látásomat, mentalitásomat, felelősségérzetemet megregulázta. Minden, amiben késlekedő halasztó voltam, amiben leptettem, határidők, szörfölések, elhatároztam, hogy ezt nem lehet, hiszen sok ilyen vezetőm volt, és mindazt el akartam kerülni, amit kifogásoltam addig. És erre elkezdtem vigyázni. És ez egy kicsit összeszedett, és a magánéletem traumáján is egy picit túl voltam, amit persze nagyon megszenvedtem, de hát ezt egyszer elmondtam neked. És akkor találkoztam egy emberrel, aki a feleségem lett, akivel most már 28 éve élek együtt, és az teljesen helyre tette engem. Annak a biztonsága, nyugalma, otthonossága, hogy az életem végre nem ideiglenes. Azt mikor tudtad, hogy ez nem ideiglenes? Ez az állapot, ez akkor, a nő. Amikor összekerültem vele. És azt tudod érzékeltetni, hogy az hogy veszi észre már egy érett férfi? Hogy ez most konstans lehet. Ez más, mint ami eddig volt. Hogy én érzékeltem? Igen. Hogy, mit érzékel ebből az ember, és hogyan? Nem tudom. Beleszerettem. Nem mondott nemet. És nagyon érdekes, mert egy kedvesével szerződtettem, szegény Kerekes László, kiváló színész, leszerződtettem a színház, és azt mondta, van neki egy kedvese, aki marketinggel, reklámmal foglalkozik, sajtós, szólnoki színházat. Mondom, jöjjön, kell egy ilyen. És nagyon rokonszenves nő volt az Ágnes. Nagyon nőies volt, mindig mondtam a színészeknek, hogy nem ilyen drabálisak, néznek, hogy a fejesek, és hogy ő, mint egy nő. Sőt, az én barátnőm, a Réti Szilvi színésznő, az még arra emlékezik, hogy mintha egyszer azt mondtam, hogy na,
Ilyen nőt kellett volna elvennem nekem feleségül. 18 éve fiatalabb. Na. Mondtad ezt akkor, amikor ő még párral. Amikor még semmi. És akkor történt egy szakítás köztük, eltelt egy fél év. Kezdtünk barátkozni. Elmondom, hogy történt, mert nagyon romantikus. Ugye szponzorokhoz bálba elvittem, mert jó, elmentem vele a bálba. És akkor egy nap elmentem Pestre, és tudtam, hogy csak éjszaka jövök vissza, és írtam egy levelet neki. És azt hittem, hogy nézd, ez és ez 18 éve volt fiatalabb, én ez vagyok a magam életével. Én beléd szerettem, és egyházban laktunk, a színészházban. És ha este nyitva lesz az ajtód, akkor én nagyon szívesen veled töltöm az életem. Már ha, még ilyet is megfogalmaztál? Azt hiszem, igen. Ha nem, akkor felteszem a kezem. Nyitva volt az ajtó. És ez az első nő volt az életemben a mai napig, aki nem akart megváltoztatni. Aki úgy fogadott el, ahogy kell, magyarul a csomagban a szart is megvette, és ez egy iszonyú mázli. A gyerek az egy ajándék, de a nő az egy... Vagy a dolgok kiegyenlítődnek, és azt mondta a Jóisten, vállalj valamit, Nyíregyházi Színház, vállalj valamit, akkor megjutalmazlak. Ha vétkezel, akkor megbüntetek. És ez az egyensúly az egész életemre jellemző. Szerinted mindenkiére? Én hiszek benne, hogy a jó istene, vagy pedig a mentális kozmosz, ezt nem tudom. Nem is fogjuk megtudni soha. Igen. De én azt hiszem, hogy igen. Tehát néztem egy filmet, a Vád című film, nagyon érdekes, megváltoztatta a véleményemet, és fölidéztem a feleségemnek, hogy a Szigeti Andor is, Svetsz Andrásnak hívta, kiváló színész, Nyíregyházán sajnos ott lett egy gyilkos, ami egy nagy bum volt. Mindegy, én együtt forgattam vele a Fényes Szelekben. 1968. augusztus 20-án mentünk Veszprémbe egy ilyen kis busszal. És megálltunk, aznak nem is volt forgatás, és baromi meleg volt, és kiültünk a tóhajtóba ketten, és a tankok így mentek Csehszlovákia felé. És ez a 7 évvel idősebb kollégám, nagyon komoly fiú volt már akkor is, azt mondta, a legfontosabb, hogy bűnt ne kövessel. Mondom, jó, de mi a bűn? Azt nem tudod. Azt a bűnt, amit te bűnnek tartasz, ne kövessd el. Az egyiknek nem bűn, ha megüti az anyját, a másiknak az a bűn, hogyha nem halkéssel eszi a pontyot. Amit te bűnnek tartasz, azt ne kövess el, mert azért megbűnhetsz. Parádés. Az egész életemre jellemző. Mindenkinél máshol van ez a norma rendszer, vagy annak a határa? Én azt gondolom, igen. Nálad ez tág keretek közt mozgott sokáig? Fegyelmezetlenül. Például bizonyos kérdésekben jezsuita lettem, tehát olyan sokkal szigorúbb vagyok, mint a, például a feleségem bizonyos esetekben. Sokkal nyitottabb, sokkal megengedőbb. Azokat a bűnöket, amiket én elkövettem, azokat nem nézem el másoknál. Igen. Ugye azt mondod, hogy nem akart megváltoztatni, elfogadta a feleséged az egész csomagot, a rosszat és a jót is. Sok rossz tulajdonság volt akkor a te csomagodban? Miért akkor? Most is? Most is. Mi az, amiért mondjuk tudsz haragudni magadra? Ami szerinted másnak komoly kihívást jelent annak elviselése? Állítólag én egy... Milyen kór az? Gansberger? Vagy Gansberger kór? Vagy hosszégen mondja állandóan. Ez egy ilyen enyhe... Aspergeres, autizmus. De egy ilyen enyhe autizmus. Tehát, hogy vannak olyan
dimenziója jelenlétemnek, ahol bezárulok. Volt olyan feleségem, aki azt mondta, hogy az a legnémesebb, amikor hallgatok, mert akkor mint a rájákból él elektromosság. Ilyen. Próbálok a szélsőségességemen egy kicsit takarékosabban alkalmazni a szélsőségesebb véleményt. Erős kritika, ugye mindenben azt látom, hát erről szól a mesterségem, hogy az ott nem mehet, az ott hibás, ezt javítsuk ki. De nagyon sokat segített például ezen a naplóírás. Ventilál az ember? Miközben ír? Elmondom neked, volt egy, hárman voltunk a titkárságon Nyíregyházán. Gyöngyvér a művészeti titkár, Gizi a gépíró. Egy édes csaj volt, a hangját nem hallottad soha, rossz szava nem volt. Az én társigazgatóm, aki a műszaki és gazdasági ügyeket vitte, egy fantasztikus tudású szakember volt, a modora egy kicsit nyersebb volt, érdesebb. Akárhányszor a János bejött a titkárságra, a Gizi elővette egy füzetet, és elkezdett írni. És én ezt kifigyeltem, időt, és mondtam, Gizi, mit ér maga, amikor a János bejön? Szóval megmutatom, kinyitottam, csak káromkodás volt, hogy az édes anyád, de durva, obszcén. Ő így vezette le a indulatait. Amikor nekem fölmegy a ló úgy az agyamba, bármi, család, televízió, politika. És akkor megnyugszom. Megnyugszol? Ebben elintéztem, nyoma marad. Annak nyoma marad. Vissza is szoktad olvasni? Néha. Háborgásait tárgyát? Néha. De hát gondolj bele, most már 34 kötet. 250 oldal, iszonyatos mennyiség. Iszonyatos mennyiség. Kiadni nem tervezed, tehát ez tényleg magáncélra. Valahol utána, hogyha valaki ki akarja silabizálni, és még érdekel valakit, akkor ebből legyen egy kis pénz a gyereke. No, válasszunk kérlek akkor egy másik témát. Jaj. Ezt hogy kell csinálni? Hát figyelj, minthogyha én választottam volna, azt mondtad, neked soha nem volt szerelmi bánatod. Na, azt hogy kell csinálni? Meg kell gyógyulni. Na most, ha azt mondom neked, hogy kirúgott a nő, szenvedsz egy fél évet. Mi a különbség, hogyha csak 10 percet szenvedsz? De azt tudja szabályozni az ember? Hát kell. Mindig azt mondtam, és most azt mondom, másik férfi kell, de se kell menni. És ha még itt vagyok, akkor vissza lehet jönni. Ha még itt vagyok. Ha nem kellek, én nem szenvedek. De ezt te ki gyakoroltad, ezt a képességet? Nem. Ugye? Nem, nem. Talán valami olyan önző racionalitás ez, amikor a szüleim, mindenkinek ugye a gyerekkorának a traumái, nekem nem volt traumám gyerekkoromban. A szüleim elváltak 13-14 éves koromban, és volt egy tanárom. És amikor tudta, hogy válnak a szüleim, akkor leültem, és azt mondta, nézd, te rád most nem figyel se az apád, se az anyád. Ők most magukkal vannak elfoglalva. Ha te nem figyelsz magadra, akkor elveszel, és kár lenne, érted. Hú, de fontos és jó mondat. És ez engem úgy megfogott, hogy én onnantól kezdve csak avval foglalkoztam, amire készültem, az örömömre,
Ez a mondat helyre tett engem, hogy az embernek figyelnie kell magára. De a veszteségekkel is ugyanígy vagy, ha nem szerelmi tárgyú ez a veszteség, vagy csalódás? Nem mindig. Nem, a Bajoriminek az elvesztése az egy akkora trauma nekem, hogy az nagyon... Hát az apámé is, de az mondjuk az a természet törvénye szerint az ember feldolgozza. A Bajorimit azt mai napig a kedélyállapotom fele elmegy, ha rá gondolok, hogy ennek az embernek miért kellett meghalni. A 30 éves barátság, csak röhögés, csak szeretet, csak tehetség, csak jóság. Azt nagyon, azt nem, azt például lesz, azt nem. Azt nem értem. Ennyi konfliktusunk nem volt. Nem emlékszem rá, egy kínos pillanatra nem emlékszem, hogy az Imi mellett van. Ez az ő érdeme volt? Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen. Nagyon, nagyon jó ember volt. Bűbályos, isteni humora volt, isteni önidóliája. Nagyon. Ő volt a legjobb barátod? Azt hiszem, igen. Igen? Azt hiszem, igen. Kent is megelőzte? Talán nem, jelentőségében nem. Tehát az az 50 év, amíg Andris az én legjobb barátom, és már olyan barátom nem lesz, az talán nem, a nyomatékát nem, mert azért az nagyon, nagyon az életem, de hát sokkal kevesebb konfliktussal, sokkal kevesebb elnézéssel, sokkal kevesebb alkalmazkodással. Ha már édesapádat említed, azt mondtad egy helyütt, hogy ő nem örült annak, hogy az ő erkölcsi logikáját követted. Ez alatt mit értünk, erkölcsi logika alatt? Hát azt mondta, ebben a névvel nem lehet karriert csinálni. Nagyon a nagypofájú színészek sorába volt utalható, rettenetes volt az iróniája, valakire mondott valamit, az beragadt, és akkor terjedt. Megmondom, milyen volt. Mondom, papa, ki a legjobb színész szerinted a szakmában? Ez a Básti Lajos. De, mindig volt egy de. Mindenre volt egy de. Kivéve talán az unokáit. Tehát amikor a gyerekeim megszülettek, onnantól kezdve az nagyon érdekes volt, abban nem volt, de... Tehát az, hogy hallgass, ne pofáz, alkalmazkodj, nem lehet másképp karriert csinálni. És ezt annyira mondta, hogy szinte dacolva vele, és ez egészen 30 éves koromig történt, amíg meg nem születtek a gyerekeim, onnantól simult ki a dolog, hogy azt mondtam, de az nem lehet. Egyrészt nem lehet, hogy szégyenkezzen miattam, tehát hogy én egy szarember vagyok, és lenyelek mindent. Másrészt pedig meg akartam bizonyítani, hozzáteszem az én karrierem, Ted idézőjelbe, az ő pályájának a rehabilitációja. Mert szerinted ő nem futotta be azt a pályát, nem, amit befuthatott volna? Nem. Pont emiatt, az igazságérzete miatt? Sok minden miatt. Egyrészt, másrészt hát már ahogy kezdődött, ugye a munkaszolgálatban jött haza, valahogy bekerült a szakmába, akkor a Kossuth-díjra jelölték, hát a 50-es években pártitkár volt fél évig csak. Tehát aztán ahogy 54-ben a Rajk temetésen teljesen összeomlott, 56 visszaadta a pártak könyvét, hogy ő nem akar ennek a pártnak a tagja lenni. Miközben egész életében tulajdonképpen baloldali ember volt, de hát utálta azt a rendszert, és hát jártatta a pofáját. Igen.
Tehát ha én ennek az embernek a fiaként nem így élek, akkor szembe köptem volna magam. Nem követtem el azokat a dolgokat, amiért most például a Pásztor Erzsi otthagyta a játékszínben a produkciót. Hogy az Eszenyi úgy látszik nem tanul. Egy ilyen tehetséges, fantasztikus képességű nő, aki rendezőnek is nagyszerű. Azt hallom, hogy mikor eltört a csuklóját, hívták a mentőt. Jött a mentő. Azt mondta, hordágy, mondta a mentő, hogy valaki eltörje a csuklóját, nem szoktak hordágyat hozni. Azt mondta, de én egy nemzeti kincs vagyok. Állítólag. Tehát én találkoztam ilyen tehetséges emberek, akik elvesztik az eszméletüket. És Pásztor Erzsi miatta hagyta ott a játékszín? Hát, ha jól olvasod a híreket, még a bulvár híreket is, akkor persze. Uh-huh. Hát persze. És te ezt mivel magyarázod, hogy valaki ilyen nagy közegellenállás, figyelmeztetés ellenére sem képes revidiálni korábbi önmagát? Nem értem. A Diktátor című előadást megnéztem. Azt mondtam, én ilyet Magyarországon nem láttam, megöleltem, megcsókoltam. Nem szívesen mondok egy rendezőre jó. Hm. Nagyon nehezemre esik azt mondani, hogy ez nagyszerű volt. Lehet, hogy egy ilyen előadás például csak így lehet elérni, de hogy miért nem józanodik ki, azt nem értem. Egyébként Isten nyugasztalja a Marton Laci nagy felelőssége van ebben. Tehát akkor, amikor az Eszenyi Enikőnek hagyta, csak pontosan megmondom, az Antonius és Kleopátrát hagyta megrendezni úgy, hogy ő maga játszotta a Kleopátrát, ami az egyébként semmi köze nincs, és szegény Kaszás Attila játszott az Antoniusnak, ugyancsak semmi köze nem volt hozzá, és ezt hagyta a Marton Laci, onnantól kezdve onnan nem volt megállás. Ott meg lett szédítve az Enikő. Hogy ez miért nem elég, hogy valaki tehetséges? Miért kell még hatalmat gyakorolni? Te soha nem hagytad, ha veled egy igazgató vagy rendező úgy beszélt, ahogy az szerinted nem elvárható. De én megtehettem. Ezt hogy érted? A Víg Színház vezető színésznek is mondtam. Hatalában álltam. Uh-huh. Értem. Bárkinek valamilyen bajom volt bárkivel, akkor elmentem és írtam két kabarétréfát. Tehát ez, az én példámat nem lehet, én megértem, hogy alkalmazkodnak a színészek, de miért tűrik azt, hogy megalázzák őket, ezt nem értem. Ki próbált téged megalázni? Színészként vagy rendezőként? Volt-e olyan? Szőke István. Mit mondott? Lerúglak a színpadról. Te mit mondtál? Azért szerződtem el másodszor Kaposvárról, mert nem voltam hajlandó vele dolgozni. Hozzáteszem, hogy amikor Nyíregyházán a Megyeri Zoli és a Kerekes Laci azt mondta, hogy ők szívesen dolgoznának a Szőkével, akkor meghívtam. De én azt sem viseltem el, hogyha ha mellettem lévő mert történt valami. Ilyen is volt? Hogy szóvá tetted? Hogyne. Elmondod, melyik színházban? Operett színházban, Bodzinál. Kerényi Miklós Gábor átvette 10 nappal a premier előtt a rendezést, amiért szénakaza volt, és becsületére legyen mondva, abszolút profi módon összekalapálta. Nagyon jó előadás volt. Mi? Nagyon jó előadás volt. Nagyon rossz előadás. Nagyon rossz volt? Rossz. Miért? Mert rossz volt. Én is rossz voltam benne. Ezt most komolyan mondod? Ezt komolyan. Most néztem meg egy pár hónapja. Mi volt a baj vele? Hát én 11-12 évesen láttam, én elájultam. Hát a 12 évesen persze, hogy elájultam. Ma már nem ájul. De mi volt a baj vele? Semmi. Hát hogy a klisét játszottam, egy gonosz embert játszottam. Szar volt. És a Szabó P. Szilveszternek volt egy táncképe. Én kutyaként a színpad bal oldalában négy kéz lát,
azok meg, és már 16. változat volt ez a tánc, amit elszúrtak. A kerényben elkezdett sikítani. A pillanatban álljunk meg. Amíg én a színpadon vagyok, nagyon kérlek, hogy ez a hallgatom. Én mondom is, nem, mert akkor lemegyek és kirúgom a fogsorod. Azt mondta, akkor szünet, mondom, az lehet. Soha többé. Mert ez a fajta meghunyászkodik. Tehát, hogyha azt mondod, hogy na most ezt már ne, akkor észbe kap. Az a Kerényi Miklós Gábor, aki belépett a művészbejáron, és a portás már ment oda, hogy levegye a kabátját. Ez volt bevezetve, és a színészek hallgatták, hogy penetráns módon beszél velük. Hagyták. Hagyták. De továbbra is arra próbálok választ találni, hogyha az egyik ember, nyilván nem vagyunk egyformák, a hatalomtól, a befolyástól megrészegül, akkor más miért nem? De kiről beszélsz most éppen? Most Eszenyéni körül is beszéltünk, és Kerényi Miklós Gáborhoz. Mert beszélhetnénk följebb is. Igen. Folytos. De most inkább színházi vezetőkről beszélek. Jó. Nincs különbség. Nincs különbség? Semmi különbség. De szerinted ez valami alkati sérülés, valami jellembéli torzulás? Amikor színházi igazgató vettem, azt mondtam, ha úgy kelek ki a székből, ahogy beleültem, már jó. Nagyon csábító. Fél évig én is azt hittem, hogy én tudok mindent a legjobban. Mindent leellenőriztem, az Ági, aki munkatársam volt, plakáton, ez itt hiba, benéztem. Kamerát szereltettem fel a színpadon, hogy az irodában láthassam. És egyszer a Megyeri Szoli, aki egy vagány fiú, a kamera elé tett egy papírt, egy seg volt, rárazol, és azt nagyalt ki. Igaza volt. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy így nem lehet dolgozni. Beléptem valahova, mindenkinek összeszorult a gyomra. És azt mondtam, hát rá kell bízni, kiváló munkatársaim voltak. Egy fél év elment ebben. De látod te félelem. A félelem, hogy elszúrok valamit. Igen, de te retiráltál fél év után. A nem is olyan nagy túlkapásaidat is képes voltál azonnal lemetszeni. Másnak miért nem sikerült 10-15 év alatt? Kurcsát fogok mondani, mert műveletlenek, mert nem olvasnak. Ha valaki olvas jó könyveket, akkor megismeri azokat a hatalmas hibákat, amik benne megvannak. Nekem a Philip Roth a kedvenc írom, egyik kedvenc írom. És ő 10 évvel volt idősebb nálam, és mindig, amikor megjelent egy könyve, akkor a 10 évvel fiatalabb, pont amikor 50 éves voltam, 50 éves könyv jelent meg, 50 éves férfira. És akkor, amikor 50 éves voltam, megjelent a Szabad Színházat című könyve, ami egy rettenetesen vérmesen őszinte könyv. És az Ágival akkor voltunk kezdetén együtt pár éve, és mondom, na, tessék, ezt olvasd el, és akkor megtudod, hogy milyen egy 50 éves ember. 60 oldal után bejött, és azt nem akarom tudni. Műveletlenek a magyar színházművészek. Ez régen nem így volt? 30-40-50 évvel ezelőtt? Nem tudom. Akik az apám baráti, hát az apám 25 évesen visszajött a munkaszolgálatból, semmi más nem csinált, mint olvasott. A Múzeum körútra a Bárdi Ödönnel, aki idősebb pályatársa volt, ha jöttek a rádióból, a rádió keresetőket az antikváriumba hagyták. Az volt... Azt gondolom, hogy nem lehetett abban a közegben, azok között, az emberek között embernek lenni, nem színésznek, mert lehet színészként, lehet műveletlen valaki. Nagyon sokat ismerek, életében egy könyvet nem olvasom, isteni színész. Embernek már nehezebb lenni, szerintem. Na, válasszunk kérlek egy másik témát. Na, még egyet.
Hát bőven van időnk, sokáig beszélgettünk. Szívemre vettem. Szívemre vettem. Azt mondtad régen, hogy ha rosszat írtak rólad, elkezded zsibbadni a karod. Bizony. Ez mikor volt? Hát talán a ismertségem első időszakában, tehát amikor én 1978-ban, amikor följöttem Szegedről, akkor azt mondtam, na, most karriert csinálunk. Mostantól befogjuk a pofánkat. Ha ott tapos a koponyájára, akkor sem teszed szóvá. És ez nagyon érdekes, mert a rendszerváltozás után elemeztem 10 év szilveszteri és egyéb konferenciait, de főleg a szilveszterieket, és 80-tól 83-ig semmi lényegeset nem mondtam. Karriert akartam csinálni. Tehát semmi olyat, amiből... Baj lehet. Kicsi baj, nem nagy. És 83-tól kezdett kinyílni a csipám, amikor már nyerekben voltam. És ezt én végig elemeztem egy rádióműsorban úgy, hogy a technikus nyomta, mondtam, állj meg, kommentáltam, és ezt még Csurka István is megdicsérte. És honnan indultunk el? Hogy régen, amikor kritikaért, hogy rosszat értett rólad, akkor zsibbadt a babon. És akkor nagyon fájlaltam. De mivel bántottak téged? Harangozó Márta, ahol csak tudott, ütött, vert, csépelt. Dilettánsnak tartott. Közben ívelt felfelé a pályán. Miért bántott akkor ezen közben? Neki nem tetszettem. De téged miért bántott, hogy ilyeneket írnak, amikor ívelt? De aztán a következő történt, csak hogy mondjam, hogy mi. Egy mikroszkóbeli premiéren, ez 82, ez új műsor volt. Oda jött a banketten, és nyújtott a között, hogy gratulálok. Mondtam, hát ne gratuláljon. Legyen következetes. Ne gratuláljon. Maga most valami miatt gratulál, amit én nem kérek. Ki is derült, mert Marton Fritzi elkezdett, most, amikor végre elértem, hogy ez a baj. Hogy te érted el, hogy ő gratuláljon nekem. Akkor megkaptam a Karinti gyűrűt, mindenki ugye olyat hívott meg, aki szereti őt. Én Harangozó Mártát hívtam meg. Hogy ő beszéljen róla? Hogy beszélgessünk most, akkor bejátsszuk szépen. Volt egy ilyen fél órás műsor, Karinti gyűrűs. Mondtam, üljön le, most bejátsszuk. Erről maga azt írta, jó, de hát, nem jó, de hát, maga erről azt írta. De ezt miért csináltad? Az ember becsülje meg az ellenségeit. Vegye komolyan. Neked ez akkor nagyon mélysebb volt az ő akkori egyik-másik írása. Nagyon. Valamit ő elismert később, hogy tévedett? Hát, hogy ilyenkor úgy kiegyezünk. Nem úgy volt az. Csáki Judit, akivel mai napig jobban vagyok, ekkora egyoldalas Népszabadságban írta, elszabadult hajóágyú. Bármiben igaza volt, szerinted? Mindig van igazuk. Ezt a Vitraitól tanultam meg. Mindig. A legvérmesebben is van egy ilyen pici valami, amiben igazuk van. Igen. Igen. Tehát nem ha van mibe belekapaszkodni, akkor ott van valami. Mai napig azt mondhatom, hogy ha én dolgozhatom, ha van feladatom, és ma már magamnak tűzöm ki a feladatot, és nagyon sok nemet mondtam az elmúlt 10 évben, nagyon sok mindent hagytam ott, akkor nekem nincs bajom. Tehát én a naplóírással például megvagyok. Kielégít? Abszolút. És azt lehet tudni, hogy mikre mondtál nemet? Csak egyet-kettőt. Mihez nem fült a fogad az elmúlt 10 évben? Hát a József Attila Színházat, azt ott hagytam 5 év után. Ott méltánytalanságért, ugye?
Nem. Nem? Nem. Nem ért semmi. Semmi sérelem se ért. Ott az állapotok nem feleltek meg számon. Sok minden. Tehát egy rossz szavam nincs a Nemcsák Karcsira. Egy abszolút jó ember. Bizonyos dolgokat nem teremtett meg, például, hogy idő legyen egy produkcióra. Uh-huh. És akkor abban volt egy konfliktus, ahol egy kicsit szemtelen volt. Rácsaptam az ajtót, és eljöttem, kész. Akkor ugyanígy hagytam ott a Darvas Ilonát, a Turai Színházban, ugyanígy hagytam ott az Orrait. Belepofátlankodtak a munkámból, azt nem nagyon szeretem. Hirtelen döntesz? Akkor ugyanígy, most például az egyik mentorált volt barátomat, írtam le a listáról, és írom, törlöm ki a telefonomból, mert hát ő most sikerember lett, és úgy gondolja, hogy megteheti, hogyha én, ha tőlem kér valamit, és én azt teljesítem, akkor arra nem reagál. Akkor se, ha szólok, akkor, hát akkor... Lehet tudni, hogy ki ő? Nem mondom. Még nem tudja. Ja, még nem tudja? Még nem tudja. Hamarosan megtudja. Semmit nem szabad tovább csinálni, mint ami, amennyi örömöm van benne. Tehát egy emberben már nincs örömöm, ha már nem fontos, akkor azt már csak én formálisan azért, mert hogy, azért nem érdemes tartani. Ha holnap bármelyik odajön és azt mondja, hogy segíts ebben, abban minden további nélkül. Igen. Persze. Persze. Akkor mivel jár az, hogy kiestek a te kegykosaratból? Hogy nem, hogy azt mondtam, hogy kiírtalak a listáról. Nincs bizalmam tovább benned. Nem tartom a kapcsolatot. De nem haragszom. Tényleg nem. Azt valahogy a Ági kiölte belőlem a haragot és a gyűlöletet. Volt benned régen nagyon? Volt. Sőt, hirtelen haragom volt, amit mondjuk Nyíregyháza is megfegyelmezett. Tudod, néha azért finomkodom, mert az, hogy milyen tehetséges vagyok, ez mindig vitatható. De ha indulatba jövök, tudom, hogy olyan tehetségesen találom el azt a gyönge zsigeredet, amit nem felejtesz el egy életre sem. Tehát olyat mondok, amit nem tudok korrigálni. Valahogy erre orrom van. És ma már ilyet csak akkor mondok, hogyha valaki kiprovokálja. Ugye azzal kezdtük ezt a témát, hogy ha rosszat írtak rólad, akkor elkezded zsibbadni akarod. Ha viszont jót írtak, és beszélünk a jóról, vagy ami úgy kim van a faladon, az mi? Ezek nem olyan emberek voltak, a Mensáros vagy a Kálmán Gyuri, aki ilyen idősebb nagy színész barát, talán barátomnak tekinthetem őket. Ezek nem reguláztak, ezek beszéltek, elmondták, és abból lehetett érteni. Amikor a Kálmán Gyuri azt mondta, én rendeztem őt. Mit tudom én, mit mondtam neki, hogy így tartsd a kis ujjadat. Azt mondta Kálmán Gyuri, én tarthatom úgy, de nem leszek tőle boldog. És ha én nem leszek boldog, a közönség sem lesz boldog. El is fogadtad. Hát nincs mit vitatkozni. Milyen jól szerelt le. Tehát ennek ez volt a stílusa ennek a generációnak. Vagy amikor azt mondta a Mensáros, hogy soha többé nem vagyok hajlandó beszélni fontos dolgokról, amik az anyáddal így látta, hogy ki ebrudaltam a szobából anyámat, mert fenkör légkör volt. Soha nem vagyok hajlandó. Amíg nem csinálsz rendet a saját
portád előtt, addig nem akart a világot megváltani, mondta a Mensáros, megszégyenültem. Mert anyukádat olyan hangnembe küldtek? Igen, egy hajnalig beszélgettünk Kern, Mensáros, én, felolvasta a Nehéz órát Thomas Manntól, nagyon hajnalban. És anyám, aki egy ilyen csacsener volt, ő is a szakmában volt, bejött, hogy hozta a kávét, és akkor elkezdett pletykálni. És akkor kitesékeltem anyámat, hogy ebből a fenkölt légkörben itt ne csevelészen. A Mensáros azt mondta, hogy na hát, így nem lehet. Azóta máshogy szóltál. Persze. Magadban néztél. Persze. Én az ember megszégyenül. Feltéve, ha egy valaki olyan mondja, mint a Mensáros. Hát meg, ha önreflexív. Ezzel kezdtük. Igen. Hogy húzzak én egy témát, mert mindenképp szeretnék veled erről beszélni. Ez a Csend szimfónia. Aljas vagy. Ez bazita. És ez egy pozitív téma. Mert van ott, te úgy nevezed, hogy egy illatkapu. Kivágták. Azt mondod, ha ott elment az ember. Hársfákat kivágták, és egy tarló van ott. De miért? Mire hivatkoztak? Ilyenkor mondom azt, hogy följelentem, azt mondta a feleségem, jó, akkor elválok. De miért vágták ki? Nem tudom. Mert barmok. Hát miért vágnak ki minden fát? Igen. Te elmentél alatta, mellette, akkor úgy elmúlt minden baj? Akkor már biztonságban éreztem magam, otthon vagyok. Budapesten vagyunk, igaz? Minden alkalommal, amikor bejövünk, azt mondom a Áginak, egy nagyon érdekes. Mi? Mondom, elmegy egy autó, és utána megint elmegy egy autó. És akkor megint elmegy egy autó. Ezt mondom, milyen furcsa világ. Mert ott alig mennek autó. Farkasházi ott volt nálunk látogatóban, kimentünk a utcára, mentek el, és elment egy autó. Mondom, látod? Elment egy autó. Most 6 percig nem fog elmenni semmi. Csöndesen elment egy autó. Iszonyatosan hozzá lehet szokni. Nem értem, jövök itt. Most, ahogy ide jöttem, ha 6-an nem előztek meg olyan helyen, ahol semmi értelme. A föld alatti lépcsőjén elém vág, ahogy beszálltunk a föld alattiba, mindenkit leül, és a következő megállónál leszáll. Miért tolakodik? Jó, de ma már mondod mindezt, amikor már kvázi lecsendesedtél, nem? Mondjuk 30 évvel ezelőtt még te is ezt a tempót követted az életed során. 40 éves koromban már el akartam menni. Zalabéren volt egy parasztházunk a gyerekeim anyjával. Akkor már terveztem, hogy oda meg, akkor volt ez a... Mi a telefonból kijön papír. Jött telex? Igen. Azt mondtam, abban én el leszek. Nagyon érdekes, mert Zalaegerszegen dolgoztam, és megterveztettem a parasztház helyett egy tipikus zalai udvarházat, azt a szerkezetet. Egy Zsupány nevű ottani kiváló tervezővel. Akkor már nem voltam együtt a gyerekeim anyjával, mondtam, hogy ezt így mindent ott hagytam természetesen. Tehát ő volt a tulaj, hogy itt lesz az én traktusom, itt lesz a ti traktusom a gyerekekkel, és akkor körbe azt mondta, nem hagyom elszúrni a házunkat. Hát egy percig mondtam, jó, eltettem. Ugrom egyet, Nyíregyháza, feleségem zalai, zalaegerszegi. Hova menjünk? Hát megszületett a gyerek, a nagymama ott van Zalaegerszegen, ő dolgozni fog valakire. Nézzünk Zalaegerszegen egy házat. Megnéztem a házat, ugyanolyan elosztású, mint amit megterveztettem, ugyanaz a zsuppán tervezte. Nem lehet a jó Istennel kibabrálni, ha ő akar valamit, akkor az meg lesz. Említetted Farkasházit, kibékültetek?
Mert sokáig... Nem voltunk haragban, csak szüneteltettük talán a barátságunkat. Mind a ketten mások lettünk a kapcsolatunkban. Más lett az életünk, és örülök neki, mert egyrészt én a Teddynek nagyon sokat köszönhetek. Tehát az, hogy a Marton Frigyes végül is, mert ott is volt egy balhé, egy vidéki színházak humorfesztiválján iszonyatosan összebalhéztem, leteremtettem a Marton, mert úgy beszélt egy idős kollégával, mondtam, hogy ez nekem nem ez a dolgot, hogy itt beszédtechnika órát tartsál idős színésznek, iszonyatos balhé lett, azt is majdnem ott hagytam, a Kern hozott vissza. És hol tartottunk? Hogy sokat köszönhetsz Farkasházinak. Igen. És ő volt az, aki belopott, visszalopott 78 után úgy, hogy volt olyan műsor, amit a Marton rendezett, és én nem találkoztam vele. És akkor aztán egyszer a Marton azt mondta, hogy amnestiát adok neked, mondtam én is neked. Mondtam, már rendben voltunk, tehát nagyon sokat dolgoztunk együtt, sikeresen, voltak konfliktusok, de azok nem voltak. A heti hetes az ott egy szívügy volt nekik, és iszonyatosan megsértődtek mindannyian, hogy én ott hagytam azt. Meg hogy azt mondtad, hogy te ezt jó részt a pénzért csináltad. Ma mondom ezt, hát akkor nem ezt mondtam természetesen, akkor egyszerűen elegem lett sok minden miatt. Nagyon jókat beszélgetünk, két öreg ember jókat beszélgetünk, és nagyon jól lehet dolgozni a hócipőben, azt sem tudom, hogy hogy csinálja, de mindegy. Egyszer csak fölhívtad telefonon, hogy Teddy beszéljünk? Igen, mert azt mondta, hogy ha egyszer még én telefonálnék, akkor... Igaz, egy megrendítő interjú volt, Gulyás Márton készítette vele. És akkor én rögtön föl is hívtam. Az első könyvében azt írtam, hogy én mindenkinek fölmondok, mindenkit ott hagyok, még igazság biztos volt benne, és majd, ha egyszer majd eljön az idő, hogy megint együtt dolgozunk, akkor majd, mint a Sándor Palinál a régi idők fociába, majd oda jön az ablakom alá, és fütyül egyet, és akkor megyünk, és megint lesz csapat. És ez nekem mindig ugye benne volt a fejemben, hogy jó, hát ha fütyül valaki, akkor nem fog kiköpni az ablakon, hanem lemegyek és elmegyünk focizni. És most mentek? Ez most igen, ez így rendben van. Ha meg van teremtve a te otthonodban a harmónia, a hálószobámból kinézek a útra. Végig a Bazitai úton vannak utcai lámpák. Egyetlen egy utcai lámpán van folyandár, az, amire én kilátok. És azt ágyasztott, hogy húzd be, mert belátnak, először is nem látnak be, én széthúzom, amikor lefekszem. Mert az az őrző lámpám. Tehát addig, amíg az ég, addig talán fölébredek az ágyban. Amíg megvan ez az otthonosság, ez a biztonság, akkor azt, és az én rendezte, és akkor a premier volt, és akkor azt rendezte. Nem érdekel. Nem vágyom oda. Tehát nincs az, hogy miért nem én? Már minden megtörtént. Ha, akkor nagyon elmentem Zentára. Nagy örömmel dolgozni fiatalokkal. De az, hogy fölhívjam, és azt mondom, hogy Béla, nincs munkám. Hát azért én mégis letettem az asztalra ezt, vagy azt, vagy... Hát, ez nem én vagyok. Hm. Meg nem is bírnék többet. Hát nem bírnék. Hát akkor nézd sokáig azt a önző lámpát, és egyszer, én kiadnám ezeket az írásokat, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy
mikről és hogyan ventilálsz ilyen értelemben. Örülök, hogy láthattuk. Köszönöm a vendéglátást.